Ruhát végül is bármiből lehet csinálni. Ezt már Ádám óta tudjuk, de azért mégsem mindegy, hogy miből és hogyan csinál ruhát az ember. A mai nap annak szeretnék utána járni, hogy a divat szakmában ki a király és ki az udvari bolond. Király Tamással dolgozni 24 óra munka, de közben 24 óra pihenés és 24 óra szórakozás is. A Károlyi Palotában megrendezett 30 perces sóra 4 hónapon át készült király és udvartartása. Én ezek csak az utolsó 3 órában csatlakoztam. Hivatásos modellek vagytok? Nem, én csak modellkedem tanulás mellett. Aha, értem. És hogy kerültél bele a sóra? Engem ma hívtak fel igazából, mert egy lány visszamondta. Aha, szóval te dublőr vagy. Igen. Értem. És te már előre tudod, hogy hol, mikor, mi, hova kell lépni, meg az összes instrukció? Hát voltam már bemutatókban, tehát azt tudom, az pedig, hogy hogyan van, az csak nagy vonalakban, hogy termekbe kell menni. Aha. Ez fura, mert már többekkel beszélgettem, és mindenki csak ilyen nagy vonalakban sejti, hogy mit kell csinálni. Ti is hivatásos modellek vagytok? Nem. Értem. De az hogy lehet? Én végül is mondhatjuk, hogy igen, csak mostanában nem nagyon járok ilyen fellépésekre. Aha. De Király Tamást ismerem ilyen 3-4 éve. Honnan? Hát ez hosszú sztori, de a lényeg az, hogy még Szigeten 3 éve akkor volt az első fellépésem, és akkor azóta így, hát így hívogat mindig, hogyha van ilyen. Ami a Tamásban érdekes szerintem az az, hogy egy ilyen közösségi, kreatív munkát végez. Nagyon kevés van, aki jobban átgondoltan, vagy akár egy picit újat akar mutatni a közönségnek. Szerintem a régi divatnak vége leáldozott. Aki klasszikus estélyi ruhát akar tervezni, az ahhoz én nem sok jót fűznék a jövőben. Most egy nagy váltás van, előtt áll a divat világ, és azt hiszem, hogy egy John Galliano, egy Vivienne Westwood, vagy a Király Tamás nagyon jó példa. Mik ezek a tüskék, amik kinőttek a fejedből? Ez mindegy, de Szeged, csak egy Szilvike pont azon dolgozik, hogy egy olyan lény csináljon belelem, ami a ruhához illik. Tehát ami a ruhához illik, vagy ami hozzád illik? Is. De hogy ez egy olyan smink, vagy olyan ruha, ami hozzád lett tervezve direkt? Nem nekem lett tervezve direkt, de volt, van hozzá lényegben alkotói közön, mert akkor kezdtem épp a Tamással dolgozni, amikor ez a ruha készült. Ugye vannak ezek a közös bulizások, de ennek hogyan van közel a kreatív folyamathoz? Azt, hogyha élvezed, amit csinálsz, ha kedvedet, örömedet leled benned, ha benne halt a szerelmed, akkor nem lehet arra csak úgy tekinteni, mint egy munkára. És a szerintetek ennek az egész kreatív folyamatnak a része ezek a bulizások? Vagy ez folyam, vagy ez csak egy ilyen? Tehát a kapcsolatot a modellekkel, és ez mondjuk fontos, mert a legtöbb modell az úgy állandó modell. Uh-huh. Van, amikor jönnek újak, de a legtöbb az így mindig szerepel. Uh-huh. És akkor valahogy így könnyebb együtt dolgozni, hogyha ismerik egymást. Aha. Meg általában ilyenkor szoktuk megbeszélni, mikor lehet, hogyan, meg ki mit lesz, ki akarja, meg az ízlet. Aha, tehát tulajdonképpen egy-egy ilyen buli az tulajdonképpen a munka része, nem? Aranynál semmi fekete nincs. Naturruha, naturláb, naturkéz. Jó, a cipőt megpróbáltuk, az teljesen jó, akkor nem van. Te transvestita is vagy? Nem. Vagy ez csak így most? Nem, ez egy ilyen jelenet. Mi lesz a szereped itt ebben a dolgokban? Hát 3 ruhám lesz. Az első az egy fekete gyöngyös nagy estélyi szoknya koronával, a második az egy aranyszínű hurkaruha, és a harmadiknál meg egy tolókocsiba. Én tolom be a modellt. Tolókocsiban? Milyen tolókocsiban? Ez lesz majd egyik
kis meglepetés a filmet bemutató alatt. Egy ilyen meglepetés. Igen. Az, ami ott kín van a folyosó, azt mutasd meg meg azt a tolókocsit, léci gyertek. Már ilyen gyors állapot, hangulat, spirituál jelentést tudnál mondani? Nem, egyfolytában magamat figyelem, hogy mikor leszek, bekattam, amikor örülök meg, mert ahhoz képest még nyugodt vagyok, ahogy ilyenkor meg kéne lenni. Halló? Hazarolnok, 5 percig még otthon leszek, hogyha valami kell, hívjatok föl, de mire oda megyek, szeretném a Stevie-t látni, hogy már be van öltözve. Mondjuk 4 hónapja elkezdtünk dolgozni, hát ezek a kemény hétköznapok, nem sokáig remélem egy ünnep lesz, 1 perc, vagy 1 másodperc, vagy 2, az már nagyon-nagyon jó. És mostantól a show kezdetéig ilyen 10-szeres, hogy mondják, hatványozódik az őrület, tehát 10 perc múlva pontosan, igen. Egy cincát feltételezem azt, hogy 8 öltöztetőből egy földet húzni. Egyfolytában káromkodni fogok, de hál' Istennek, mindig amikor új munkatársakkal találkozom, akkor az az első, hogy kibírnak, bejelentem, de akkor így menjen be a fülükön, másikon ki, mert de hogy előre közlött, hogy... Igen, mert pluszban én még van egy ilyen hülye receptem, hogy még így tulajdonképpen föl spanolom magamat, érted, hogy így. Mert valami olyasmi lehet a titok minden alkotásnál, hogy együtt legyen az a csúcspont, tehát mint egy ilyen katarzis hülyeség, amikor úgy bungee jumping leugrasz, hogy mondjam, tehát hogy az, minek nevezik, hogy az a hagyatba megy a nem tudom micsoda. Adrenalin, igen. Tehát, hogy az pontosan, pont akkor kell leugrani, amikor érted, fölértél. Csak annyi a probléma, hogy a hátulját raktát, hogy előtalálkozás. Azt mondom, Marci, hogy ez így van. Milyen Marci nem volt elvező. És most miért megyünk pontosan? Mert nem sokára kezdődik a show, és most beültünk egy kocsiba, mert... Igen, szemüveg is nálam van, hogy nem akkor felolvasod, hogy miket hagytam otthon, mit tudom én, X rózsa, kétoldali szőnyegragasztó, autó, ami végre autó tulajdonos lettem, egy ilyen távirányítás autó, ami majd a korona befut a termeken. Álljon oda félre, légy szíves, mert csak útban vagy a nagy darab. Ha én már unom, akkor nyilván nem beszélek velük, azt mondja, hogy mindenki, és így. Szóval kell egy ilyen kontaktus. Nagyon gyorsan, gyerekek, 2 perc van, addigra vegye föl, 2 cipzár, 1 perc alatt egy cipzárt föl lehet húzni, és utána gyorsan le. Szegény dizájner, hogy belakadtam baj, és ez hülye is van. Azzal húzod a többieket is. Igen, mert biztos van 10% rájátszás, vagy valami, de húzod a többieket. A kis holder, amin engem fognak vinni, abból el a számom, és abból 4 fiúból 3 van meg. És kéne még egy. Le fognak vesztőztetni, nem kell ezzel, vagy így félmeszelni. Ez a fekete nadrág, ez tökéletes, és már ez így lepott. Léci, mondd azt, hogy igen, mert az első, és nem tudok már senkit megkérni. Ó, Isten vagy, köszönöm szépen! Ebben a Baross utcai kis lakásban, és az ember azt gondolná, hogy a király az egy palotában lakik, de valahogy ebben a lakásban mégis ide szippantódik a világ. Hogy van ez? Hát, hogy engem soha nem érdekelt, hogy hol lakom, tehát annyi
minden van a fejemben, hogy azt képzelem, amit akarok. Hát azt képzelem, akkor 10 szobát képzelek, de ez nem érdekes, az érdekes nekem, hogy kik vannak, és akkor jól érzed magadat, hogy ha beszélgetsz és dolgozom. És kik vannak, vagy akik itt megfordultak, ilyen VIP vendégek? No, hát baromi sokan, tehát sokat voltam külföldön is. Akkor ha jönnek Magyarországra, akkor meglátogatnak, de hát itt Andy Warhol fotósától, aki ott élt a Factory-ben, hát számtalanszor itt lakott nálam, aztán itt a Yoko Ono-tól a Nicola Cassomassimáig, aki most tehát az apropó onnan indult, hogy fotózunk együtt, fotókiállítás legyen, egy divat bemutató megnyitóval induljon. Tehát legkülönbözőbb emberek járnak, és hát volt olyan újság, ami Budapestről szólt, és akkor úgy indul, hogy a házszáma 43, Baross utca, kint Trabantok, tehát Budapest ugye a Baross utca 43-mal indult. Ami egy vicces, hogy például a Vivienne Westwood, akit én nagyon nagyra tartok, divat nagyasszony, teljesen nemrég kaptam egy újságot, majd megmutatom, hogy ő is 43 szám alatt lakik. Úgyhogy a híres divat tervezőnő ugyanabban a szám alatt. Igen, valószínűleg a legjobbak 43 szám alatt laknak. A Vivienne Westwood vele dolgoztál is együtt, ugye? Persze, és jóban vagyunk. Tehát amikor Berlinben így 8-an voltunk a világban meghívva, és többek között ő is, meg én is, és hát ő találta fel a punkot, meg megcsinálta a... Ő találta fel a punkot? Hát igen, a Sex Pistolsnak az énekese volt a férje, ő csinált Boy George-ból Boy George-ot, és azért nagyon imádom, mert napi 4 órát múzeumokba járt, tehát olyan nagy tudása van, hogy minden tud a művészetről, amit nem mondanék el esetleg a többi nagy külföldi divattervezőkről. A nagy külföldi divattervezők közül kiket szeretsz, vagy ki az, akiről azt gondolt, hogy egy kvalitás veled? Vagy hát egy bonyolult, mert én nem szoktam nagyon nézni divat újságokat, nem járok divat bemutatókra. Hát egy képben vagyok, hogy Galliano, meg Gautier, meg Alexander McQueen vannak. Például Gautier-vel egy csomószor szoktak mondani, hogy mondjuk a magyar Gautier-re mondtam, hogy is van magyar, hogy ő a francia király Tamás, így viccnek szánom természetesen. De, te vagy a magyar Gautier, vagy ő a francia király Tamás. De néha előfordulnak olyan dolgok egymástól függetlenül, hogy amikor én nem tudom, én kalászból szőttem ruhákat, akkor később megláttuk egy újságban, hogy ő meg ilyen kiflikből csinált ruhát, vagy, vagy sőt én is csináltam egészen a kalásztól a kifliig, de és ezt nem tudom, hogy ezek véletlenek, vagy nagyon régen is arra gondoltam, hogy vannak divatkémek, tehát elképzelhető, hogy vannak ilyen... A Gautier beépített emberei innen gyűjtik. Baromira elképzelhető, hát az egy nagy biznisz, hogy ő megtehetné akár, vagy megtehetnék, csak most nem mondhatom azt, hogy menjél Párizsba kémkedni, de nem is kell, mert én magam életéből inspirálódom, tehát nem érdekel, hogy ki mit csinál, tehát soha nem érdekeltek a trendek, hanem ami körülvesz. És ez nagyon furcsákat mondasz, Tamás, mert azt mondod, hogy nem érdekelnek a trendek, ami ugye a laikus azt hinné, hogy pont a divattervező az, aki abszolút képben van a trendekről, vagy azt mondod, hogy amit a Gautier csinál, az egy hatalmas biznisz, holott a te esetedben egyáltalán nincsen bizniszről szó, vagy legalábbis most nincsen bolt, nem adsz el ruhákat, vagy egyáltalán ezeknek a ruháknak a show-n kívül így mi a sorsuk? Semmi, majd egyszer lehet, hogy valahol bekerülnek, vagy volt már ilyen is. Egy múzeumban, vagy hol? Az is lehet, de majd szívesen eladnék ruhákat, csak más az elképzelésem, a kereskedelmi etikette nem egyezik az én elképzelésem. De mi a te elképzelésed? Én elképzelésem, hogy nem az, hogy bejössz és akarsz venni egy zakót és megmutatom is ide a pénzt, hanem egy olyan gátakat levetni, ami túl van azon, hogy ruhaüzletben ruhát lehet kapni, ruhaüzletben legyen kávézó, étterem,
klub, lehessen táncolni, és akkor ezt mindent erre építeni. Tehát, hogyha nem tudom én, kék zene szól, kék ruhák vannak, kék ételek vannak, stb. Stb. Van egy ilyen álomüzleted? Hát álomüzlet, de biztos vagyok, hogy akár bármikor megvalósulhat. Csak azt kéne megérteni, hogy például Londonban egy étterem, ami a legfelkapottabb, egy hónap előtte kell bejelentkezni, étterem, ugye oda mész, hogy kajáljál, megeszed, kifizeted. No, de ez az étterem, ez már nem arról szól, hogy kajálsz, hanem ott sót kapsz, szóval lemész a laksorban a WC-ben, akkor nem egy WC-s néni van, hanem egy baromi jó kongadobos, aki olyan magas szinten kongázik ott, mert mit tudom én, ezért fizetik, hogy valami, hogy egy koncertet kapsz, amíg lemész, érted? Vagy úgy visznek ki egy, nem tudom én, egy világítós gundelpalacsint, tehát hogy akkor a fényt leveszik, hangot felerősítik, hastáncolva viszik ki, provokálják a étterem vendégeit, fölállnak, az asztal tetején táncolnak, szóval olyan nagy mesterei a show businessnek, pontosan. Most oda megyek, ahova a király is gyalog jár. Aha, hát ilyen a WC. Tehát ezeket itt a Tamás saját kezűleg festette föl, meg a fekete rózsákat. Bocsánat, mindjárt jövök. Millió üzlet van nagy bevásárló csarnokokban, és egymás mellett ott van. Üresen vagy vásárolnak, de előbb-utóbb az nyer, aki valami pluszt visz be, tehát én ilyesmiről és beszélek. És téged, hogy ilyen igen, biztos, hogy jó lenne, tehát hogy mondjam, elvarázsolt kastélyt képzelek, hogy nem tudom én, bemész a próbafülkébe, és aztán nem tudom én, belecsókol valaki a nyakadba, és hátrafordulsz, és visszaugrik a gumi tükörfal, és nézed, hogy nincs ott senki, csak halucináltál, és közben akkor, ha épp erre vágysz egy simogatásra, akkor besimogat a tükör, csak nem veszed észre. Szereted az ilyen lehetetlen küldetéseket? Hát azt szeretem egyedül, a kihívást. Tehát az emberi munka az a legdrágább. Tehát ma amikor ilyen cyber, nem tudom, technika van, gép, megnyomsz egy gombot és egy percenként cipőket ki lehet szedni a gépekből. Pont ebben ekkor jöttem el, hogy akkor most én nem, mint kézzel, tehát a utolsó ruháimat egy szár körömvágó ollóval vágom, és baromira élvezem, hogy egy ember próbáló feladat, hogy van-e türelmem, hogy milliméterre, milliméterre én csinálom a mintát a ruhában. Tehát van egy kollekciód, ami csak egy szem körömvágó ollóval. Igen, és azt mondja, milliméterre, milliméterre, hogy mondjak, eredeti dolog, tehát milliméterre, milliméterre, és mindig azt szoktam mondani, hogy az eredeti, az érték, nem a másolat. És tudom azt, hogy minden ruhámból egy van, a világból nem csinálok sorozatokat, vagy egyformát, minden, de szóval mindegy, imádom csinálni. Tehát az eredetiség az neked egy ilyen fontos? Hát a legfontosabb, de úgy gondolom, hogy ez a fontos a világban, nem véletlenül. Tehát valaki mondta, hogy ki lehet jutni külföldre egyszer, de az az igazi siker, hogyha visszahívnak. Most csak mondom, mondom, 6 év alatt 27-szer voltam visszahívva világrendezvényekre, így valószínűleg akkor értékelik, azért hívnak, mert ha nem tetszik, akkor nem hívnak. Téged külföldön jobban értékelnek, mint itthon. Ezt itthon milyen a megítélés, hogy a többi divattervező mit szól ehhez, amit te művelsz? Ez elég extrém. Hát azt biztos őket kéne megkérdezni, nem tudom. Tehát én nyilván egy teljesen más úton járok, mint a többi kollégám. Tamás divat bemutatója része volt a Kultúrhíd olasz-magyar kulturális fesztiválnak, amelyet azzal a céllal rendeztek, hogy Európa kulturális másságai közel kerüljenek egymáshoz. Pont emiatt kezdtünk el Tamással a toleranciáról és az esélyegyenlőségről beszélgetni.
Én furcsa, hogy még mindig meglepődnek az emberek az ilyen extremitásokon, nem? Hogyha máshogy vagy öltözve, most nem csak az, hogy nem tudom, más szexuális beállítottságod van, vagy vallásod, vagy más színű a hajad, vagy csak hóbortjaid vannak. Az ember azt hinni, hogy ezen túl voltunk már 80-as években. Össze-vissza működik a dolog, tehát szerintem így most például egyre élesedik a helyzet. Amikor közben már annyi minden információ van televíziókban, tehát kiakadnak, hogyha esetleg egy fiú szoknyában van, és számtalanszor lenyilatkoztam, hogy tehát egy például skót népviselet, férfiak szoknyában vannak, vagy időszámítás előtt, mint tudom, 4000 éven keresztül férfiak, nők egyaránt ilyen tógaszerű ruhákban jártak. 6000 éven keresztül, most 2007-et írunk, és mégis kiakadnak. Tehát mindig azt kérdeztem, hogy azt veszel föl, amit akarsz, csak érezd jól magad a ruhában, és teljesen mindegy, hogy most szoknya vagy harisnya van rajta. Szóval például a nőknél, de nem akadnak ki, ott másikon is két nő nadrágban megy. Most két fiú menne szoknyába, biztos beszólnának neki, és nincs tolerancia. Itt van a közlekedésünk, tehát ott megyünk, ahol nem volna szabad, de máshol nem tudunk menni. Tehát itt akad el az esélyegyenlőség a ponton egyből, de akkor mit csinálni, járni? Akkor az ember a kerekesszékkel kerül egy háztömböt, vagy mi? Itt nem fog ez átférni. Itt teljesen elakadtunk. Most már föl fogjuk karcolni az autót. Hát akkor átemeljük. Jó. Igen. Kelj fel és járj. Tehát a show-nak a prezentációs szövege nagyon szépen, ahogy Müller Péter megfogalmazta, erről szólt, hogy ez egy iszonyú kemény embertóra próbáló feladata küzdeni a intolerancia ellen. És hogy hogyan lehet tolerálni az intoleranciát? Igen. És hogyan lehet tolerálni? Tényleg nem? Sok információ és az embereknek az agyát így jobban kinyitni, és meggyőzéssel és tájékoztatással sok többé. Na, itt pont van egy fölmenni. Ez nem egyszerű. Így hátra, és akkor itt már van egy ilyen fölmenni. Tehát végül is akkor bizonyos értelemben te ezen dolgozol? Hát most például ezen is, persze. Tehát, hogy ez egy ilyen elég tiszta üzenet, vagy akkor ez nem a pénzről, a sikerről, a csillogásról, a topmodelletről szól, hanem hogy meg kéne változtatni ezt a társadalmat valamennyire. Hát igen, aztán nyilván ez egy álom, meg nem, szóval egy kis porcemek vagyunk, tehát nem lehet. De az optimista ember vagyok, tehát előbb-utóbb biztos fog sikerülni. Van egy félelem, hogy szó nincs semmi poénkodásból, hanem komolyan arról beszélgetem, hogy hogy lehet közlekedni egy ilyen kocsival. Sehogy, még mindig sehogy, holott szabály, vagy meg kell csinálni. Ettől nem bírunk 200 métert közlekedni, és kérlek attól, hogy mikor szólnak bár, hogy most mit bohóckodunk itt egy ilyen ezüstszínű valamiben, miközben próbálunk okos dolgokról domálni a esélyegyenlőségről. Ez, amiket mondasz, ez már szinte olyan, mint egy ilyen, mintha nem is egy divattervező mondaná, hanem egy ilyen művészi hitvallás. Hát, hogy te képzőművésznek is tartod magadat? Én igazán semmit nem se tartom magam, csak olyan embernek, aki ruhákkal foglalkozik.